Mi meg közben testületileg átültünk ide, hogy megnézzük, hogy Margit hol tart ezzel a gyönyörű selyem sállal. Úgy látom, hogy most már a nagyobb virágok következnek. Igen, ugye most a másik igen? fele, mert a stúdió miatt most nem hoztam a hosszú keretet, és két részletbe feszítettem ki a selyem. Ja, hogy ez egy keret, mert gondolkodtunk, hogy miért állnak így a lábak, akkor ez így szabályos. Ez így szabályos, igen. És így feszít. Igen, ezt lehet húzni, igen. Csak van hosszabb is, tehát ami 1,80 vagy 2 méterre is ki lehet húzni, csak nem akartam itt, mert... Magdi kedvet kapott már hozzá a festéshez, meg igen, az egész folyamatot? Én is tudnám képzelni a nyakadban ezt a sállat, ez gyönyörű, ugye? Én sem képzelni. Én szeretek festeni is különben, én festettem is régen is, de nagyon érdekes például, amikor Amerikába kimentem, akkor eszkimókat festettem, de rengeteg ilyen eszkimó festményem volt. Fekete-fehér volt mindegyik, amit nem is értettem, de aztán utána olvastam, és akkor hasonló, valami jelentése volt. Úgyhogy én nagyon szeretek festeni, és ez csodálatos szerintem az, hogy sejemre festeni, és annyira vigyázni kell, mert azért, ahogy látom, úgy folynak szét itt igen, a színek, tehát nem mindegy, hogy mennyit vesz fel az ember az ecsetére. Rutin, tapasztalat kell hozzá. Hát az is kell, meg még van más technika is, itt a hajszárító a lábunknál, csak itt nem akarom zövölni. Tehát azzal is lehet szárítani. Ellenkező irányba szárítani, hogy ott jöjjön létre a vonal, ahol én akarom. Wow. Tehát az egy nehezebb. Itt pedig kontúroztam ilyen gumiszerű anyaggal, ami a sejem szöveten átfolyik, és nem engedi tovább, tehát megszárad. Mondjuk ennek elég sok száradás kell, tehát ilyen 1-2 óra. Vagy hát hajszárítóval rásegíteni, kicsit előbb, és akkor nem tud tovább terjedni a festék, de valóban a sejemszálak azok nagyon gyorsan közvetítik a... De mondjuk a festés szeretete az egy jó alap lehet a sejemfestéshez, ugye? Mert Margitnak is rajztanárként, aztán igen, ugye festményeket igen, készített, és jött a sejemfestés, úgyhogy még soha nem késő elkezdeni. És nekem hasonlít egy kicsit a japán. Pontosan. Megint a japán vonal, ugye? Itt többször szóba jött már. Igen, én nekem különben ez nagyon nagy hatással volt rá, még gyerekkoromban emlékszem, mert ott rengeteg ilyen plászai. Cseresznye virágzás. Igen, az egy óriási. Pont annak a dalát ismerem, a hop, terkoly, hászul, mézu, anikaizó, hop, terkoly. Nem folytatom, egy hosszú dolog. De gyönyörű. De ez most olyan volt hallani, ez igaz? Most ezt akkor meg kell kérdeznem, ha már szóba került, hogy ez igaz, hogy te még tényleg tudsz úgy gyerek hangon énekelni? Mert egy picit olyan hangzású volt most, igen, nem? Ez akkor volt. Hát ha itt lennének még a lányok, akkor együtt biztos, hogy olyan hangon énekelnénk bármelyik Bartok művet, mert mindenre emlékszem, olyan érdekes, de ők is. Tehát most összejöttünk nemrég, akkor elénekeltünk egy pár kórus művet, és mindenki így nézett a másikra, hogy ő is tudja, én is tudom, ő is tudja. Szóval mindenki tudta a saját szólamát. És az, én nem tudatosan éneklem ezt így, hanem ez így jön ki belőlem. Szóval az, hogy gyerekhangon. Ez pedig Margit kezéhez. Igen, a sejemnél is nem véletlenül jönnek ezek a minták, mert ugye az ős hazája Kína és Japán, hát itt festik a legszebb sejmeket, persze Indiában is, meg most már Nyugat-Európában ez is. Ez a virágos azért nem véletlenül jönnek ezek a japános motívek.